kevesebb üzemanyagot raktam bele. Most éppen köröztem, ez már a harmadik, negyedik kör. Melegednie kell a guminak, akkor lesz az igazi. A lényeg, hogy itt fölgyorsítasz, elmész a végig, és megpróbálod hármasba venni a végét. Nem kettesbe, de amikor már meleg a gumi, azt ne felejtsd el. Meg hát csak kevés üzemanyagban. Három. Hát persze, nem tudsz neki menni az oszlopoknak, mert maximum átmész rajta. Többiek se fognak máshogy menni. Nincs képük el. Megpróbáld egyenesbe megfékezni először az autót, és utána szépen visszakapni. És minél beljebb maradni itt. Kigyorsítani jól. Ennek a legvégén lesz egy ilyen furcsa jobbos kanyarok. Ott mielőtt odaérsz a kanyarhoz nagysebességben, mindenképpen az kellene, hogy egyenesbe kezd el visszapakolni és megfékezni az autót. Akkor engeded föl a féket, akkor kezdj el fordulni. De majd látod itt a grafikonon is, hogy ott gyakorlatilag állok a féken, de tök egyenesbe próbálom tartani az autót ennek a végén majd itt most. Itt egyenesbe fékeznek, mert különben kimegy a fara. Szépen befordulsz és négyesben fordulsz itt be, elengeded a gázt, itt már készülsz erre. Nyugodtan rámehetsz a kerékvetőre, mert úgy állítok, hogy meg tud használni, ne csúszom meg, itt is rámehetsz. És aztán kigyorsítás négyesben. Itt tudsz menni viszonylag egy jó kört. Szerintem biztos, hogy benned ezt lehet megpróbálni. Hát így nagyjából, így ennyi néznek egy kört. Párszor tanulmányozni ezt át, és akkor majd meglátod, hogy nem olyan örvögőség. Azért egy 18-as körnek annak benne kéne lennie mindenképpen. Hát ennyi. Hát kívülről meg így fog kinézni tulajdonképpen. Én mondom, azt is megmutatom, hát ha kicsit valamit. Itt gyakorlatilag itt ezt a sikánt itt az első célegyenes végén azt úgy szó szerint úgy át kell vágni, meg ki kell menni. Hogy látod is, megdobja a kocsit, de be van állítva. Először ki fog sodródni itt jobb oldalra majd, főleg amikor hideg a gumi, tehát ezt be kell tanulni. Itt bátran kell menni. Itt is egyenesbe fékezed meg, és akkor amikor visszapakolsz hármasba, akkor belül maradsz, és úgy fordulsz el. És akkor jól tudsz kigyorsítani. Ennek a végén szintén majd, amikor odaérsz, akkor egyenesbe, még egyszer, tehát egyenesbe fékezed meg az autót, mert ahogy fordítod a kormányt, akkor fékezel, akkor megy ki a fara. Tehát akkor ki fog menni. És abból nem lesz jó idő. Semmiképpen. És utána ennek a végén csak négyesig pakolsz vissza. Tehát kis fordulaton van ebben nyomaték ebbe az autóba, nem kell annyira pörgetni ott a végén. Ha persze, ha úgy érzed, hogy hármasba vissza kell pakolnod, visszapakolsz. Már sodródsz ki, vagy ilyesmi, de itt a fontos. Itt, amikor fékezel, itt egyenesbe. És most kezded el szedni befelé. Négyesbe vagy itt végig. Már elengeded a gázt, befordulsz, gázt adsz. Megint elengeded egy picit, megint gáztatsz. Átmész nyugodtan a kerékvetőkön, semmi gond, ez megy át a kerékvetőkön. Legyen meleg a gumi. Ez most szik, sima a szik gumi, tehát nem is a nagyon lágy. Úgy fölmelegítettem egy-két kör, megvolt, úgyhogy ennek működnie kell. Szia, Robi!